Az építészet és úgy egyáltalán a világ egyik legnagyobb kihívása az a környezeti krízis, illetve klímaváltozás, aminek a bőrünkön tapasztaljuk a nyomát nap mint nap. A fenntarthatósági csapatunk támogatja mindennapokban a tervezőknek a munkáját, mert a koncepciótervezési fázisnál segítenek felállítani azokat a kritériumokat, amik szükségesek ahhoz, hogy környezettudatos épületeket tudjunk tervezni. Egyre inkább azon dolgozunk egyéb projekteknél is, hogy a BIM modellünket erre a célra is tudjuk használni. Tehát IFC-t exportálunk, és az épületminősítő csapatunk ezt az IFC modellt használja az ő saját célszoftverükben. Erre vannak külön kollégák a tervezésen belül, akikkel már a gyakorlatilag a vázlattervtől kezdve együtt dolgozunk. Egy részét ennek a feladatnak ARCHICAD-en belül is tudjuk csinálni, tehát elemosztályozásokat hozunk létre, egyedi tulajdonságokat hozunk létre a modellelemekhez, ezeket feltöltjük értékekkel, ezeket tudjuk lekérdezni, konszignálni. Az épületminősítő kollégáink mondják meg, hogy milyen adatokra van szükségük a minősítéshez, és ezeket az adatokat szállítjuk nekik a BIM modellből. A fenntarthatóság végig kiemelt szempont volt az épület tervezésénél. Fejlesztői elvárás volt, hogy minősítsük az épületet. LEED minősítésben gondolkodtunk, és LEED Platinumot céloztunk meg már a tervezés elején. Így az építészet egy elég nehéz műfaj egyébként a klímaváltozásra való reagálás illetően, de kulcsfontosságú is, hiszen a kibocsátás és energiafelhasználásnak a 40%-a az építőiparhoz kapcsolódik, így a házaink, a városaink kulcsfontosságú szerepet játszanak ebben. Rugalmas környezetet és rugalmasan reagáló épületeket és tereket kell létrehoznunk, ez az egyik legnagyobb kihívása a jövőnek. Hát sok munka volt, de hamarosan megkapjuk a minősítést.